Az újévi fogadalmak sorában talán az első helyen állnak a testsúlyjal, fittséggel és a káros szenvedéllyel kapcsolatos fogadalmak, de mit tehetünk, hogy a fogadalmainkat betartsuk? Marosvásárhely egyik legnépszerűbb edzőtermében járunk, mégis nagyjából üres terem fogadta stábunkat. Egy-egy erőgépen dolgoznak még az ünnepek alatt is a lelkes testmozgók, de hamarosan, pontosabban január első felétől zsúfolásig megtelik majd az edzőterem. Ugye jönnek az újévi fogadalmak, így évkezdetkor legfőképpen, tehát január első hetétől olyan 2-3, nagyon maximum 4 hét nagyon zsúfolt. Mi azt jelenti, az emberek nagyon nagy hével elindulnak, hú, most életmódot váltok, lefogyok, magamra teszek egy pár kilót, de sajnos az embereknek nagyon-nagyon kis százalék a kitartó. Tehát ami azt jelenti, hogy ha nem látja a kívánt változást 2-3, mondjuk egy hónap alatt, feladja. A személyi edző szerint nem az a legnehezebb, hogy valaki rávegye magát a testmozgásra, hanem az, hogy türelemmel várja meg annak gyümölcsét. Persze a mozgás mellett elengedhetetlen az egészséges étkezés is. Suha Boglárka Réka évek óta személyi edzővel edz, ugyanis őt sokkal jobban motiválja egy edző jelenléte. Motiváció. És hát úgymond kell az a valaki, aki húzzon, mert azért más, mikor egyedül eljössz a terembe, és úgy nem igazán találod fel magad, és más, amikor valaki otthon is mondja, hogy hajrá. Napjainkban már nem csak személyi edző, hanem applikációk is segíthetnek abban, hogy megtartsuk és betartsuk újévi fogadalmainkat. Ki lehet választani fogadalmunkat, legyen ez testmozgás, vagy éppen kutyasétáltatás, és az applikáció emlékeztet a fogadalomra, illetve ha mozgásról, kerékpározásról, illetve hasonlókról van szó, méri is a megtett távolságot.